A Jászlajkun Szolnok vármegyei főügyészség 2024. május 17-én életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat. Azzal az 51 éves büntetlen előéletű nővel szemben, aki a vád szerint 2023. augusztus 20-án délelőtt 10 óra körül tiszaföldvári otthonukban egy veszekedés során egy 9,5 cm penge hosszúságú késsel mellkason szúrta élettársát, majd azonnal értesítette a mentőket, kiérkezésükig élettársa mellett maradt, és a mentőszolgálat telefonon adott utasításai alapján igyekezett őt ellátni. A férfi életveszélyes sérülést szenvedett és életveszélyes állapotba került, amit az időben megkapott orvosi ellátás hárított el. Az ügyben a napokban előkészítő ülést tartottak, melyen a vádiratot Harasztiné dr. Bacsa Ágnes ügyész ismertette. A vádlott bántalmazásának következtében a sértett a mellkas bal oldalán a kulcson középső vonalától kissé kifelé, kb. A harmadik, negyedik borda magasságában haránt irányú 2-3 cm-es felfelé irányuló szúrt sebzést szenvedett el, mely a bal oldali, hármas borda közben a bőr alatti lágy részben levegőgyülemet, innen a szívrekeszöglet irányába követhető kb. 10 mm legnagyobb szélességű lég mellett, traumás pneumotóraxot, valamint bal oldalon körül 6 cm legnagyobb szélességű mellhártyai folyadékot, vérgyülemet, traumás hematóraxot okozott. A sértettet kórházba szállították, ahol a fenti sérülései miatt a bordai fónai vonalában mellkasi dréncsövezést, bal oldalon központi vénáskanült, mellkasi szívókezelést alkalmaztak. A szúrtsebzés 8 napon túl gyógyuló sérülés, melynek tényleges gyógytartama 2-3 hétre tehető. A sérülés anatómiai elhelyezkedésére, az elkövetési mechanizmusra, az elkövetés eszközének fizikai tulajdonságaira, a ténylegesnél súlyosabb sérülés is bekövetkezhetett volna, így például nagyobb tüdősérülés, nagy érsérülés, a szív sérülése, melyek a sértett halálát is okozhatták volna, azok elmaradása a véletlenül múlott. Sértett által elszenvedett sérülés életveszélyes sérülés, mely életveszélyes állapotot is létrehozott. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét és vállalta a felelősséget minden tettéért. Hozzátette, az alkohol problémái is rendeződtek. Az ülésen jelen volt a sértett is, aki elmondta, hogy megbocsájtott a vádlottnak, és rendeződött azóta a viszonyuk. Arra kérte a bírót, hogy vegyék figyelembe ezt is az ítélethozatalkor. Az ügyész és a védőügyvéd is egyöntetűen állította, tekintettel arra, hogy a vádlott büntetlen előéletű és mára már lemondott az alkoholról, enyhítő körülményként vegye figyelembe a bíróság. Az pedig továbbra is súlyosbítja az esetet, hogy alkoholos befolyásoltság alatt követte el a tettét. Az ítéletet dr. Nádor Zoltán bíró hirdette ki. A bűnös testi sértés büntetében BTK 164 szakasz 1 bekezdés, 3 bekezdés, 8 bekezdés, első fordulat. Ezért a bíróság a vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. A szabadságvesztést annak esetleges végrehajtás esetén börtönben rendeli végrehajtani, abból a vádlott feltételes szabadsága nem bocsátható. A bíróság megállapította, hogy a vádlott a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt pártfogó felügyelet alatt áll.